Na hát nézzük meg akkor a monarchista fókuszfánkat, azon belül is az osztrák-magyar részét és a pragmatika szankciósat. Értelemszerűen végig fogom menni amúgy az összes fókuszon, tehát lesz a nemzeti oldal is, a többi kommunistát is megnézzük majd. Lesznek itt a demokrata, fasiszta királyok, az új dinasztia, a régi Habsburg király, Otto, tehát tényleg mindent meg fogunk nézni ebben az új DLC-ben, hogy mi érkezett Magyarországhoz. De a kezdetekben biztos, ami biztos alapon én ezt hát az alap Magyarország stratégiám szerint fogom elkezdeni. És az lenne a cél, hogy minél gyorsabban leérjünk itt azon az ágon, hogy visszahívjuk Ottót. Méghozzá azért, mert hogyha az osztrákok megelőznek, akkor nekünk ott óriási nagy bajok lesznek. Na és hát úgy néz ki, hogy az osztrákok még egyelőre nem hozták vissza Ottót, sőt lehet, hogy nem is fogják. Így nekünk megnyílik az esély arra, hogy majd be tudjuk kebelezni őket, és ez is lenne a végső célom. Közben pedig képezem itt az egységeket, hogy legalább valami minimális Army XP-t szedjünk össze, és hogyha meg lesz Ottó, akkor rámegyek a titkos fegyverkezésre, hogy tulajdonképpen a Trianont megpróbáljuk valahogy semmissé tenni, vagy legalábbis a hatását kicsit csökkentsük. És szerencsére haladok a pragmatika szankcióval. Oké. És hát itt majd a Promise of Peace-t kell választanunk, így egy évig nem nagyon lesz war supportunk, vagyis hát levont tőlünk, meg nem igazán tudunk majd háborút indítani, igen. És a besorozható népesség összszázalékában még levesz 10%-ot, tehát ja, ezt így meg kell lépnünk. We can promise non-aggression for now. Így van. Na és akkor hívjuk vissza Ottót, és azután, hogy ez megvan, utána rámegyünk ugye a titkos fegyverkezésre. Ami nekünk jó lehet, az az, hogy a németeknél a militári junta nyerte a polgárháborút, de itt kérdéses, hogy melyik irányt fogják választani. És amúgy mi pedig közben bepakolhatunk emberkéket, például jó lesz ő nekünk, Reményi Schneller Lajos. Jó, és akkor Wargames-t azt azért csináljuk meg. És igen, a Negotiate the Restrictions akkor tudjuk majd megcsinálni, hogy leesik rólunk a Promise of Peace National Spiritünk, ami hát ugye egy évre vállaltuk, hogy hát egy évig még béke lesz, aztán majd meglátjuk a későbbiekben. Jó, szerencsére ez a fókusz is megvan, és akkor ide pedig bepakolhatjuk mondjuk Horthy Miklós Juniort, vagy hát jól lesz ő nekünk. Oké, és akkor most itt rámehetünk mondjuk arra, hogy Translajtánia legyünk, legyen is az meg, és utána majd megpróbáljuk bekebelezni az osztrákokat. Na és akkor kell velük javítani a kapcsolatainkat, illetve a hadseregképzést meg kell állítanom, mert hogy gyengébb a hadseregük, mint nekünk, és jó véleménnyel vannak rólunk, akkor nagyobb eséllyel fogják megadni magukat, és hát remélhetőleg ezt meg is tudjuk tenni. War supportjukat meg tudjuk nézni. Nem igazán, tehát akkor a war supportot azt nem tudom kideríteni. Ja, de itt van, 61%, elnézést, csak vak vagyok. Jó, hát remélhetőleg oda fogják adni magukat, ha nem, akkor a szívás. Jó, és akkor még javítsuk tovább a kapcsolatainkat, biztos, ami biztos alapon. Így né, kis Antant megformálódott, jó, nem baj. Seek an alliance with the Kaiser. Ez jó is lehetne, vagy Habsburg Alliance, legyen a Habsburg Alliance. Jó, és Ausztria visszatért a korona alá, nagyon szuper. Ne is közben leesett rólunk a Promise of Peace, tehát Negotiate the Restrictions lesz a következő, amit megcsinálunk. A kicsi gazdasági, ipari fókuszunk után. Jó, és akkor remélhetőleg megkapjuk a Bledi egyezményt,
ami után már is rá tudjuk tenni a részleges mobilizációt, meg a többit. És ez lenne nekünk a célunk. Jó, és akkor vegyük el Burgenlandot, illetve, hogy ez most így megvan. Kíváncsi vagyok, hogy itt az ilyen büntetést azt leszedik-e rólunk. Bledi egyezmény tökéletes, meg vagyunk. Akkor megvárunk még egy jó 50 political power-t, és átállunk limited conscription-re. Na és akkor én most itt megmondtam Mexikónak, hogy jöjjenek vissza a korona alá, és remélhetőleg vissza is fognak. Jó, visszajöttek, nagyon szuper. Ennek örülök, remélhetőleg nem fognak semmi olyan idiótaságot művelni, amivel magukra úszítják az USA-t. Bízom benne legalábbis, aztán majd kiderül. És akkor nézzük meg, hogy a csehek visszajönnek-e. Remélhetőleg igen, velük is kell javítani a kapcsolatainkat, mert velük még cserébe rossz is. Tehát remélem, hogy időben eljutunk odáig, hogy jó kapcsolatot ápoljunk velük, és nem jön már túl hamar a fókusz, de majd hamarosan meglátjuk. Jó lesz ez szerintem. Ja, meg már pozitívba mentünk, tehát nagyon szuper. Annyi, hogy lehozom a hadsereget, hogy még erősebbnek tűnjünk az AI szemébe. Így hát ha kicsit jobban fog hajlani arra, hogy megadja magát. Na és akkor a kérdés, hogy most a csehek itt odaadják magukat, és remélem, hogy igen. Szóval ez majd mindjárt kiderül. Addig lemegyek erre a fókuszra. Na és hát Bohémia is visszatért a koronához, aminek nagyon-nagyon örülök. Akkor nem is tudom, ja, Triple Monarchy, aztán Reintegrate Szlovákia. Jó, amúgy a hadseregem, ja, hogy aha, konkrétan kb. Két divízió, sőt, nem is kettő, egy is elég lenne, de annyi hiányzik, hogy meglegyen a kellő besorozott ember, és rá tudják menni a románokra. Jó, hát oké. Nem baj, most már megcsináljuk itt a jugók elleni kis törekvéseinket. És a jugó... Micsoda? Northern International. Aja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 j
kell, de... De hát, ha nincs más választásunk, akkor az lesz. Sajnos, nem tudok mit kezdeni majd. Ja, hát Szlovákiát visszaintegráltam, és... Ja, hogy Erdély után tudjuk csak megtenni azt, ami nekünk kell. Jó. Hát akkor... Sőt, itt ezt így meglépem. Igen. Ezt kikancelelem, ezt a fókuszt, mert hogy... Ez mondjuk érdekes. Ez mondjuk így nagyon-nagyon érdekes. Na mindegy. Akkor oda megyünk a román határhoz, de szerintem elégnek kéne lennie, nem a hadseregünknek, vagy hogyha még elkérem esetleg ezeket az egységeket, akkor ez nem segít rajtunk. Mert így konkrétan amúgy segíthetne, de segít. Jó, oké, na nézzük. Itt van valami olyan, hogy when demanding the other side is... Aha. Strong army. Jó, hát elméletleg oda kéne adniuk majd. Na és hát jöjjön akkor Erdély. Kíváncsi vagyok, hogy ezt is visszakapjuk-e. Na, ez itt should be. Tehát visszakaptuk Erdélyt is. Nagyon szuper. Jó, és akkor a lengyelek jönnek. Lengyelek lesznek a következők. Nézzük meg azt is, hogy visszaadják-e. Illetve ugye Romániában még Bukovina fog nekünk kelleni. Az még megint csak fontos lesz. Ami vicces az az, hogy hát az olaszok háborút indítottak Albánia ellen. Tehát amúgy is veszítenek egy háborúba, de ők még úgy gondolták, hogy nekik akkor egy egész pofon kell. Szóval segítsünk be a hadseregünkkel itt a jugóknál, és hát tapossuk el őket. Na és akkor, nézzük, hogy a lengyelek is odaadják-e magukat. Handsover, oké. Okay. Handsover, nagyon jó. Odaadtak mindent eddig, mindenki mindent. Ennek nagyon örülök, és nézzétek, hát itt az olaszoknak kampec, kampó van nekik. Így akkor legyen az, hogy behívjuk az osztrákokat is, és akkor... kiegészül amúgy is a frontvonalunk, itt amúgy is megsemmisül a fél olasz haderő, és hát ott az Alpokon meg egy-kettő át fogunk törni szerintem, mert nem marad egysége az olaszoknak.
Szóval onnan az meg már easy lesz, remélem. Kérünk katonai hozzáférést innen, meg innen. És szerintem így igazából jók is leszünk. Na és hát itt meg már csak annyi igazából, hogy ez a brutálisan sok divízió özönlen. Be kell özönleni, igen, Olaszország belsejébe. És akkor az olaszoknak is kampesz lesz, Róma el van foglalva, igen. Meg is kaptuk már az eventet, hogy Fall of Rome. Meg még érkezett egy divízión, wow. Oké, de a japánoknak is kapitulálni kell, tehát sajnos ez itt ilyen kicsit kellemetlenebb lesz. Mert a japánokat én biztos, hogy nem fogom Magyarországgal legyőzni, majd valaki más legyőzi helyettünk. Remélem, legalábbis. Amúgy a franciák is benn vannak a Northern International-éba. Oké, hát az olaszok kapituláltak, tehát innen nem hiszem, hogy vissza fognak jönni. Ezekre az egységekre így nincs szükségem, köszönöm. Helyett álljunk fel mondjuk a német határa, nem tudom miért a németre, csak úgy igazából ehhez van kedvem. És akkor renováció impéri. Ez a fókusz fog nekünk kell lenni ahhoz, hogy visszaolvasszuk a különböző hát országokat, akik visszajöttek a korona alá a mi birodalmunkba. És ja, igazából ezek után még tudunk majd területi követeléseket benyújtani más országok felé, de azt mondom nektek első körbe, hogy haladjunk, és a lengyelek meg verjék le itt a polgárháborút, és mondjuk meg nekik, hogy hát gyertek, legyetek Habsburgok, várjá, itt mi a figyfene történik, Greater East Asian Prosperity Sphere. Ez itt most váratlanul ért engem, megmondom nektek a frankót, de szerintem titeket is. Nem probléma, mert hát a bábjaim benn vannak a háborúban, meg ilyenek. Nem lesz itt semmi gáz ebből. Felhozom a repülőgépeket ide. Így, né. És akkor repcsízzük meg őket. Ja. Így bizony. Na és akkor nézzük ezt a tök agresszív támadást, hogy mennyire fog működni, vagy mennyire nem fog éppen működni. Közben pedig integráljuk be őket a mi országunkba. Jó. Támadjunk erre. Aztán itt Katowice-nél próbáljuk levágni őket, hogyha összejön. Oké. És akkor mi van itt nekem? Ezt startoljuk el. Na, és a csehek és az osztrákok is visszatértek a birodalomba. Tök jó. Hát akkor ezeket felezzük le, így bizony. Pakoljuk be őket így ide a Fieldmarshalunk alá, adjunk neki parancsnokokat, és akkor jöhetnek is Lengyelországba harcolni mindannyian. Így szerintem egész könnyen át fogunk tudni törni rajtuk majd. Jó, hát Varsó osztrák-magyar kézen van, tehát itt szerencsére a helyekbe sikerült áttörnünk Tátrába. Így a lengyeleket egész könnyen és gyorsan ki fogjuk ütni, és Polish-Lithuanian Commonwealth nem hat meg annyira. Konkrétan az országuk félbe van szakítva, de ugye így viszont kicsit több területet kéne elvegyünk, mint amennyit alapból kéne, de nem baj. Gdansk az mindjárt meg lesz, itt Torunnál meg sem is jó sok divíziójuk. Igen, ennyi. És akkor jöjjünk erre végig. Ó, és még a szovjetekkel is hadba álltak. Na hát akkor meg még egy plusz pofont is adtak maguknak. Ennyi. Tehát, hogy itt már nagyon nem lesz mit tárgyalni. Na és meg lett ez a... Aha. Csak itt ezt mondjuk nem igazán tudom értelmezni, hogy ez mégis mi. Na nem baj. Tüntessük el őket. Lett így egy... Báb Lengyelországunk, nekem jó ez így, én nekem az így tetszik, nincs vele semmi gond, és hogyha elintéztük őket, akkor igazából csinálhatjuk tovább a dolgainkat. Kingdom of Germany, wow, azt érted, centrum is, ja, hogy ők háborúznak most a franciákkal, na jó, ez érdekes mindenképpen, de akkor háborúznak a jugókkal is, igen.
Jó. Nem tudom, hogy mi a figyfene történik. Na nem baj. A lengyelek megkapituláltak. Jó, ennyi. Akkor restore the Duchy of Teschen. Nem tudom mi ez megint csak, de restore-oljuk, azt mondom nektek. Na, ez is itt mondjuk. Ja, hát tudom mi történt. Kapituláltak a franciák, igaz? Igen, a németeknek kapituláltak, és akkor így felszabadult Olaszország, ami nem baj. Akkor jövünk vissza, és hát büntetés lesz itt a vége. Kapcsolunk időben, nem engedjük, hogy elfoglaljanak, és akkor nem lesz semmi gond. Meg így legalább mi is tudunk haladni, áttörünk, és akkor, ja, hopp, megkaptuk Sziléziát. Na. Ez menő, viszont itt meg visszatért a Polish-Lithuanian Commonwealth, ami nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Na jó. Itt most csinálok egy ilyet. Meg egy ilyet. Így, né. És akkor eltüntetjük így ezt, meg eltüntetjük így ezt. Külön-külön, és akkor remélhetőleg ez itt így ettől még működni fog. És eltüntetjük őket még itt a Balkánon. És akkor úgy nagyjából jók leszünk. Ferrera megvan. Jó. Nagyon jó. Let's go. Na és akkor csináljunk egy ilyen trón jellegű valamit. És akkor integráljuk be őket. Nagyon szuper. És akkor ez nekünk azt fogja eredményezni, igaz, hogy igen, bekóroljuk őket, és még ugye meg is kapunk mindent belőlük, teljesen jó. Akkor még egy Ukrajnára lenne majd szükségünk. De előtte itt üssük ki a Lengyel-Litván Commonwealth-et, mert engem nagyon zavar, hogy ez itt így létezik, és ilyen formában. Ehhez viszont a repülőgépeket valahogy ki kell küldenünk, hogy normális formában nyújtsák itt a támogatást, egy kicsit könnyebb dolgunk legyen. Jó, és hát akkor haladjunk. Haladjunk szépen. Oké, elfogadták az integrációt, nagyon jó. És majd még a horvátok integrációja kéne. És a horvátok is elfogadták az integrációt. Szuper! Nagyon-nagyon-nagyon szuper. Jó, és akkor hát az a lényeg, hogy ez itt így minden. Minden eddig úgy alakult, ahogy szerettem volna. Annyi nem, hogy ugye az olaszok így beléptek a Greater East Asian Co-Prosperity szférába, ami miatt a japánokkal is meg kell küzdenünk, és az nem tudom, hogy fogjuk kivitelezni. Egyelőre nagyon nincs ötletem. Ezt így megmondom nektek őszintén, de hát valamit csak tudok kezdeni majd itt. Jó, és akkor amit látom, a németek is... Nem, a németek nem háborúznak. Jó, akkor... Nem tudom. Oké. Ússuk őket, és akkor tök jók leszünk. Jó, és akkor nézzük, hogy mondjuk itt a szovjetek hogy állnak. Egész jól állnak a szovjetek, tehát... talán annyira nagyobb bajok itt nem lesznek. Mondja, hogy nekem azért konvojokat le kéne gyártanom. Jó, illetve tüzérség és fegyvergyártás az még bőven-bőven fog kelleni mind a kettő. Na és akkor reintegrate the empire, elnyomjuk azért. Nagyon szuper, és... Hát úgy néz ki amúgy, hogy így megvagyunk, de azért egy békekonferencián a körülnéd, csak hát a japánok ellen. Hol lesz itt nekünk békekonferencia, nem tudom. Amúgy védem a kikötőimet, meg úgy nagyjából a fontos területeket, szóval ez itt így teljesen jó nekünk. Ugye, hát a szovjeteknek tudnék segíteni. Egyetlen egy a baj, hogy szerintem nincsen elég vasútjuk, hogy az utánpótlásainkat el tudják látni. Tehát én nem szívesen mennék oda egyelőre. Nem tudok ennél jobbat kitalálni, hogy mit lehetne csinálnom. Én amondó vagyok, hogy én a szovjetek ellen nekiállok egy háborúnak,
méghozzá azért, mert itt még azért Ukrajnát szeretném elcsípni tőlük, hogyha el tudjuk persze. Szóval én ennek nagyon örülnék, és the United Kingdom hands over the Holy Land. Na, ez kifejezetten pozitív, és akkor ti pedig, hát jöttök vissza itt területet őrizni, nyugi-nyugi, ne menjetek sehová. Igen, és még itt is. Mondjuk itt nem kell, mert itt vannak ezek a lengyelek. Akkor mondjuk, hát Dalmáciát azért őrizzük. És akkor ezzel így jók vagyunk szerintem. Szovjetek ellen pedig elindítottam a háborút. Megnézzük, hogy mire leszünk képesek. Na hát itt, hogyha nem húzzák ki ezeket az egységeiket, akkor itt ezek mind megsemmisülnek. Amúgy nagy ellenállás nincs szembe velünk, tehát hogy... hát itt ez konkrétan nekik kampet szerintem, mert itt Konstancet bevettük, azokat beszorultak. Igen. Hát elég nagy veszteségük lesz így. Nézzük csak, mennyit okoztunk eddig, 100, közel 175 ezret, ők nekünk közel 60 ezret, ami amúgy nem a legjobb arány, de nem is a legrosszabb, viszont tudunk haladni előre, amint látom, elég szépen. Tehát annyira nagy probléma nincsen. Na, Kazán is megvan, szépen haladunk. 98%, mert nagyon nem kell sok. Konkrétan két kisebb város, és akkor meg is vagyunk. Hűha, itt a határvidéken nincsenek városkák. Viatka. Na, menjünk Viatkába. Az egy jó város lesz, meg menjünk mondjuk Ufára. Ufába menjünk. Mondom, menjünk. Jó. Ishevsk, az is nagyon jó lehet. És... náj, de nem lett meg. Nem lett, de várja. Lehet, hogy elég? Úgy néz ki, hogy elég. Na, akkor most csinálunk egy ukrán bábot. Hol van? Hol van Ukrajna? Nem látok ukrán zászlót. Mert ugye oda be tudjuk ültetni a Habsburgokat ugyanúgy. Ja, mert Ukrajna már létezik, mi? Akkor ezt elvisszük, és majd elengedjük őket. Elvisszük, és elengedjük őket. Így, né? Jó. És akkor Regional Defense Council-ból is lesz egy bábunk. Igen, meg még amúgy a szovjetekből is lehetne bábunk. Ja, let's go. Na. Hogyha ez megvan, akkor pedig, hát, ugye Japánnal így talán már határosabbak leszünk, de megpróbáljuk majd megütni őket. Na, és akkor meg is van a békekonferencia, most ezért ne haragudjatok, ezt meg kell tegyem, mert ez itt így nagyon szörnyű lesz. Ausztria, aha. As well as Krimen, Rostov, Volin, Krasznodár. Hoppá. Jó, akkor erre is szükségem lesz. Ez Belgorod, hol van Volin, Krasznodár. Ez is szükséges lesz. Jó, ezeket akkor így egyelőre odaadjuk. Aztán majd meglátjuk a fókuszból amúgy is. Ezt pedig itt egy kicsit alakítgatjuk, hanem haragszotok. Itt ez nem tudom, hogy miért a miénk. Őszintén megvalva nem tudom, kicsit sem, hogy miért a miénk. Tehát ezeket én itt el fogom trédelni ezekkel a Austro-Hungarian Russia-val. Ja, mert tényleg ötletem sincs, hogy miért a miénk lettek ezek a területek. Nagyon nem áll össze a kép. Jó. És akkor így szépen ezt most itt végignyomom. Na és akkor csináljuk meg itt az ukránokat. Én eltrédeltem a Voin területet most így Bialystokra, hogy meg tudjam csinálni a fókuszt, és akkor remélhetőleg meglesznek az ukránok. Itt pedig tök agresszívan fogunk előre kúszni, minél gyorsabban és minél több divízióval.
Úgy vagyok vele, hogy le kell csapni a lehetőségekre. Oké, meg is van az ukrán hetmanátus, és még Grúziát is meg tudjuk csinálni. Azt is meg tudjuk csinálni. Tehát akkor még Grúzia is meg lesz csinálva. Nem olyan értelemben, de igen, megcsináljuk. Jó, és akkor jöjjünk, és foglaljuk el a svédeket is, csak hogy ők se jelentsenek itt ránk nagy fenyegetést. Amúgy se jelentettek eddig se, de így most már végképp nem. És a Regional Defense Council... Van egy Japanese... Jaj, én meg csuklok közben. Ott van egy Japanese... Spain, ami annyira nem szimpi. Na jó, megpróbáljuk valahogy szerintem lezárni ezt az egészet. Fogjuk meg itt a japánokat. Amit célt akartam, azt elértem, és csatoljuk az USA-hoz. Japánt. Hát nem lesz másik nagy hatalom, akivel így foglalkoznunk kéne. És jó. Jó, ezt is csatoljuk így át. Oh, jó. És akkor remélhetőleg meg lesz a béke. Legyen meg, please. Jaj, nincs meg. Jaj, ne. Mi történik itt? Mi történik? Na jó, akkor ennyi, így meg vagyunk, pipa.